A csónakfejfás temetőben sétálva jelenleg is hallani különféle idegen nyelveken megszólaló turistákat. Csoma Zoltán Szatmárcseke polgármestere elmondta, a faluba igen sok turista érkezik, és a fejlesztés sokat segít majd abban, hogy az még vonzóbb turisztikai célponttá váljon. Gyakorlatilag azt szerettük volna, és ebbe találtunk partnert Magyarország kormányában, hogy Szatmárcseke, ugye himnusz és kölcseitől elválaszthatatlanként egy ilyen kis fénypontja, ahogy már nevezték is, a magyarságnak, aki szíve csücske legyen, és ezzel kapcsolatban, amit tudtak, illetve amit tudtunk, egy szép projektbe összeállítottuk, és nagy örömünkre végül is a kormány ezt támogatásra alkalmasnak ítélte, és gyakorlatilag ez egy másfél éves munka következménye, ha mondhatom így, hogy meg előlegeztek úgymond nekünk egy 8,5 milliárdos összeget a komplex himnusz 200 fejlesztési terveinkre. A himnusz emlékhely komplex fejlesztése több területet érint majd különféle módokon. Ennek a projektnek úgymond van egyszer olyan két lába, hogy egyházi, illetve önkormányzati lába van, és maga a projekten belül egy másik része pedig van, ami a turisztikai fejlesztéseknek, és van, ami közvetlenül a úgymond a magyarság emlékezetének a himnuszhoz kapcsolódik. A fejlesztés fontos része a műemléki csónakfejfás református temető felújítása is, mondta el Csoma Zoltán. A csónak alakú fejfás temetőbe vagyunk, ami Európában, illetve a világon is egyedülálló. Ugye itt található Kölcsey Ferencnek a síremléke, mellette a Kölcsey család több tagja is ide van eltemetve. Gyakorlatilag itt lesz egy fejfa rekonstrukció, keresünk családtagokat, régen elszármazottakat fejfa kicserélése okán. Ha nem találunk, akkor is a kidőlt fejfákat valamilyen konzerválásnak fogjuk alávetni, és a belső részén is, tehát újak utak lesznek felújítva, illetve a református temetőben nincs külön ravatalozó, még egy ilyen építkezés is folyik majd. A idevezető úton pedig a temető kapuján egy turisztikai információs pontnak nevezett projektelem fog létrejönni, gyakorlatilag parkolóval, mosdóval, ami ugye nagyon nagy elmaradásunk ezen a téren, és ha összejön, még akár egy kerékpáros kölcsönző is épülhet itt. Önkormányzati részről a legnagyobb turisztikai fejlesztés a Kölcsey Ferenc turisztikai központot érinti majd, ahol 50 fő befogadására képes szálláshelyet alakítanak ki. Továbbá a régi kultúrház és annak környéke alakul át teljes egészében az elkövetkezendő 5-6 évben.